közepében, állok négy szegletében, állok négy szegletében. Bizony itt vagyunk együtt ebben a kertben, és most el lehet gondolkodni rajta, hogy azt, amit kaptunk feladatként, küldetésként, hogyan teljesítettük mi magunk, ugye itt a mai világban, hiszen mi azt kaptuk, hogy gondos gazdái legyünk ennek a földnek, hát ki kinézzen kicsit a saját kertje részébe, hogy ott gondos gazdai vagy sem. Viszont ezen a helyen, ahova leereszkedtünk, ahol várnak minket dicső eleink a szertűz körött, itt van az ő egykori lelküket segítő társuk, Karos Tártos, aki nagy-nagy szeretettel vár, és néhány gondolatot mond felénk. Azt mondja, hogy először is nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, drága utódainkikre, föntről mindig büszkén nézünk, és küldjük mindig az üzeneteket, erősítünk benneteket, ha jó úton jártok, és kicsit hangosabban mondjuk az üzeneteket, ha valamerre rossz irányba tér az utatok. Bízunk benne, hogy tovább tudjátok vinni mindazt, amit mi elkezdtünk. Ezt akkor fogjátok tudni jól, és ha tévedtek, akkor segít majd titeket minden, ami körülvesz, ha egyé váltok azzal a világgal, amit körétek teremtett a Jóisten, ahová titeket is teremtett gondos gazdának. Váljatok egyé, mert lelketekben a csend, az igaz, a tisztaság és a harmónia mutat jó utat. Egyé válok, ha az erdő mélyén hangtalanul járok. Egyé válok, ha a patak partján elmerülve állok. Egyé válok, ha szálló napra kitárom a szívem. Egyé válok, ha fénylő égen sólyom, szárnyon szállok. Egyé válok, ha magam szemlélve semmit sem teszek. Egyé válok, ha mit én cselekszek, arra figyelek. Egyé válok, ha szerelembe felé olvadok. Egyé válok, ha Isten szavának útat engedek. Egyé válok, ha erdő mélyén hangtalanul járok. Egyé válok, ha patak partján elmerülve állok. Egyé válok, ha szálló napban kitárom a szívem. Egyé válok, ha fénylő égen sólyom, szárnyon szállok. Egyé válok, ha magam szemlélve semmit sem teszek. Csodálatos érzés együtt lüktetni a teremtett világgal. Csodálatos érzés megérezni a Teremtő Isten akaratát. És ha megértettétek, megértettük, hogy mi magyarok valóban a Teremtő Isten népe vagyunk, ha ezt megértettétek, erősek lesztek, és meg tudjátok tenni küldetéseteket, és a magyar haza fényesen, időtlen időkig a helyén marad. Köszönjük szépen ezeket a tanácsokat, és visszatérünk ide a völgybe, a mai világba, megint csak a sólyom madarunkkal,
fölszállunk föl a magas égbe, és ahogy az előbb a napocska ránk nézett, bízunk benne, hogy ez a magas röptünk most is széjjel tolja a felhőket. Sólyom száj fel a naphoz, a kék égen, hogy megerősítsük mindezt. Barátaink csendesen lemennek közétek, és azt az erőt, azt az energiát, amit hoztunk, azt most erősítsük meg azzal, hogy megfogjuk egymás kezét. Fogjuk meg, mert hiszen itt együtt, ebben a völgyben minden olyan energia, minden olyan erő, ami a Jóisten üzenetével a szereteten keresztül, tiszta léleken át ide áramlott, az úgy sokszorozódik meg, ha mindannyian, kik egy akarattal érkeztünk ide, megfogjuk egymás kezét. Ott, ahol álltok, lépjetek közelebb testvéreitekhez, és fogjátok meg egymás kezét. Erősítsük ezt az erőt, ezt az üzenetet, ezt az imát, amit a Jóisten felé küldünk föl az égbe. Nagyon kell, most nagyon meg kell fognunk egymás kezét, ahogyan soha még. Fogjuk egymás kezét, ahogyan soha még. Teremtő Istenem, védd meg a nemzetem, adj erőt küzdenem, tiéd az életem, kezdet és vég te vagy, magunkra sose hagyj, védjük a föld szívét, a Kárpátok szent kelyhét, a teremtés erejét, szívünkben osztjuk szét, ez lesz a fegyverünk, erős vár nemzetünk, ez legyen fegyverünk, erős vár nemzetünk. Köszönöm nektek. Köszönöm, hogy együtt utazhattunk. Forduljunk az ég felé, kezdődjék az ima Magyarországért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló lánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testé lett, és köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt Velőcén, a Lósi Völgyben, a Kárpát-haza templom lábánál. 12 évvel ezelőtt indította el Pap Lajos professzor úr a Hősök terén az Ima Magyarországért rendezvény sorozatot, és 4 évvel ezelőtt az a megtiszteltetés ért engem, illetve Velőcét, hogy helyszínéül megadatott ez a hely, és Lajos kérte, hogy ezentúl hagy rendezhesse meg itt. Így ez a 4. alkalom, hogy itt összegyűlhettünk. Azon túlmenőleg, hogy fantasztikus szülők neveltek engem, nagyon nagy szerencsém volt és nagy kegy, hogy nagyapámnál, Betlen Bélánál nevelkedhettem 10 nyáron keresztül, és tőle egy nagyon-nagyon fontos gondolatot kaptam és örököltem, és jól-rosszul, sok-sok hibával próbálom tenni. És ez a gondolat, ez aként szól, hogy minden embernek kötelessége a jó Istentől kapott képességeit becsületesen kiaknázni a maga és a közjavára. És ezen a földterületen, ahol most állunk, ezt én a nagy rendezőtől kaptam, és ezt a földet is így próbálom használni, hogy a magam és a közjavára. Megpróbáltam az épületekkel nem belerondítani a természetbe. Hoztunk házat az Uzsoki hágótól, hoztunk házat a Veleckei hágótól, és megpróbáltam egy olyan légkört, egy olyan környezetet kialakítani, ahol a magam vagy magunk, mert ugye sokan dolgozunk itt, és a közjavára tudjuk használni ezt a talpalatnyi földet. Most már van étterem, van 50 szálláshely, úgyhogy nagyon-nagyon nagy örömmel állunk rendelkezésükre, ha bárkinek esküvője, rendezvénye, vagy csak szeretne kikapcsolódni, pihenni, állunk mindenkinek a rendelkezésére. Most szerdán nyitjuk meg ezt az egész objektumot. Ami még nagyon-nagyon fontos, a híradásokból halljuk folyamatosan, hogy a kárpátaljai magyar testvéreink mekkora bajba vannak. Nagyon fontos az ima, de nagyon fontosak a tettek is. A fogadó ablakába oda kitettem egy dobozt, ráírva, hogy kárpátaljai magyarságra gyűjtünk. Aki úgy gondolja és megindul a szíve, az mozduljon meg, és a keze is mozduljon meg, és kérem szépen adakozzunk a kárpátaljaiaknak. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a Teremtőnek, hogy itt lehetünk ismét. Köszönjük a Teremtőnek,
hogy megajándékozott bennünket az együttlét lehetőségével. A mai napon és az eljövendő időkben gyümölcsoltó boldogasszonyhoz, március 25-éhez legközelebb eső vasárnapon hívás nélkül is mindenkit hívunk ide. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne felejtse, ez egyik boldogasszony ünnepünk, és szeretnénk ezt a völgyet Gróf Bethlen farka segítségével boldogasszony völgyé alakítani. Ő megtette a magáét, most rajtunk a sor, hogy a boldogasszony ünnepeken összejöjjünk. Ennyien, vagy kevesebben, vagy többen, de együtt legyünk. Akinek kezében énekes füzet van, az a programfüzetet is megkapta. Mindig ezt a forgatókönyvet fogjuk megtenni, azért is, mert az ünnepség végén el fogom mondani azokat a magyarországi, Kárpát hazához tartozó, vagy a diaszpórában lévő helységeket, ahol verünk egy időben ugyanezt az imádság sorozatot mondják el. Tehát mindig, mint a Szent Mise során, követjük a forgatókönyvet, a misekönyvet. Erős Alfréd Könyörgés című versével kezdeném én a könyörgést. Uram, nem magamért imádkozom. Ez a legnehezebb imádság. Nagy terhem van. A népemet hordozom. Már meginognék, mint a nátszál, de erőt önt belém a bizalom. Láncszem vagyok. Velem imádkozik a népem, a magyarok a földön és az égben. A láncot tartják erős angyalok. Imádkozik az ország. Hozzád emeri Isten e nép arcát, és színed előtt könyörögve ellép, Uram. Az egyetértés kegyelmét add meg nekünk, add meg nekünk. Legyen az mindennapi kenyerünk. Ámen. Megkérem Márkus Gábor lelkipásztor urat és Csukás Tamás tábori püspök urat, hogy mondják el gondolataikat, adjanak áldást a közösségre. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget, aki itt otthon érzi magát. Legyünk együtt otthon. Pál apostolnak a szavait szeretném idézni Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetéből a 6. verset. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ezeket a szavakat Tinódi Lantos Sebestyén gyönyörű énekbe is megfogalmazta az 1500-as években. Hatalmas ajándékunk nekünk ez, és az imádság, jól tudjuk, arra jó, hogy az Istennel való kapcsolatunk teljessé váljon. Ha megértettük az ő szavát, hogy imádságban, könyörgésben ő várja, hogy tárjuk oda szívünk minden kívánságát, ő hű, meghallgatja azt. Tudjunk így könyörögni megváltó Urunkhoz, mert ebben az országban nagyon nagy szükség van, hogy minél többen tudjanak imádkozni ezért a hazáért, azokért is, akik nyomorúságban vannak, kárpátaljai testvéreinkre gondolunk, azokra is, akiknek talán az élete jobbá vált, és azokra is, akiknek az élete talán nem látják, hogy hol a helyes út, az Isten útja, még nem indult el a jobbáválásba.
Megváltó Urunk Istenünk, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg ezt a közösséget, Te add meg, hogy minden a Te dicsőségedre történhessen, Te add meg minékünk, hogy ezt az országot, ezt a hazát tudjuk minél jobb szívvel szeretni, és tudjunk Téged úgy követni, ahogyan Te éltél. Így áld meg mindnyájunk életét. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket, lelkeiteket a Krisztus Jézusban, most és mindörökké. Amen. Én magam is szeretettel köszöntöm minden kedves testvéremet ezen a virágvasárnapon, nagy hét kezdetén. Nem beszéltem össze lelkipásztor testvéremmel, de én is Pál apostoltól hadd idézzek. Ő Timóteusnak, fiatal munkatársának írja ezt. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes Isten félelemmel és tisztességgel, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. A Szentírásból is látjuk, ha valaki egyszer is végigolvasta, különösképpen a Krónikák könyvét, meg a Királyok könyvét, de a mindennapi életből is tapasztaljuk, mennyire nem mindegy az, hogy egy ország életében kik töltik be a hatalmi pozíciókat, kik az országnak a vezetői. Isten népének az élete mindig attól függött, hogy Isten félő királya, vagy az Isten törvényeinek nem engedelmeskedő, Isten ellen lázadó királya volt. Vagy áldást tapasztalhattak, ha Isten félő volt a vezető, vagy szenvedniük, nyomorúságot szenvedniük kellett a népnek, az embereknek. Tudjuk, hogy a babiloni fogság is azért következett be, mert a legtöbb király nem az Isten törvénye szerint vezette a népet. És ma sincs ez másképp. Ma is ettől függ egy ország élete, hogy kik a vezetői, kik vannak hatalmi pozícióban, és nekünk itt felelősségünk van. A felelősség egyrészt az, hogy az ember válasszon, és jól döntsön. Azt a szamárságot nekünk ideje lenne elfelejteni, sokszor hallom, nagy butaság, hogy a hívő ember nem politizál. A hívő embernek itt is el kell menni, még a második mérföldre is. Tehát amit megtehetek, hogy a választásokon részt veszek, és utána pedig tudok és kell imádkozni az emberekért, a vezetőkért. Nem véletlenül mondja ezt, és írja az apostol, hogy intelek téged. Még Timóteust is inteni kellett, mert abban az időben is az volt a helyzet, tudjuk, hogy a rómaiak voltak az urak, elnyomók voltak. Inteni kellett, hogy nem szidni kell a vezetőket, bár sok mindenért lehet szidni őket, de a szidás nem segít rajtuk. Az imádság az segít rajtuk. Azt mondja, imádkozzatok királyokért, méltóságban lévőkért. Ha ma írná, akkor ezt írná az apostol, hogy miniszterekért, képviselőkért, frakcióvezetőkért, pártelnökökért. Hozzáteszem, nekem is nagy tanítás, hogy a hitetlenekért, az istentelenekért különösen is imádkozni kell. És hadd mondjam a személyes tapasztalataimat, Isten imádságot meghallgató Isten. Nem mindig úgy hallgatja meg, ahogy én azt elképzelem, de épp az elmúlt héten történt meg,
Pénteken feleségemet meghívták Pócsmegyerre, a pócsmegyeri gyülekezetben beszámolót kértek tőle a börtönmisszióról, mert feleségem a Váci Fegyház és Börtönnek a lelkipásztora, és vitt magával, ahogy ő szokta mondani, néhány régi csibészt, akik már kiszabadultak, és akik bizonyságot tudnak tenni arról, hogy lehet másként is élni. Nem muszáj gazemberként élni ebben a világban. Engem meg megkért a feleségem arra, hogy várjon meg az egyik még az elítélést töltő régi, vagy még mindig csibész, akit majd augusztusban engednek ki, de most már hétvégenként kiengedik őt. De este 6 órakor engedték ki, és az alkalom Pócsmegyeren este 6 órakor kezdődött. És én arra gondoltam, ha nem engedik ki korábban, akkor nekem Pest felé körbe kell őt vinnem, hogy szolgálhasson. Egy kiváló zenészről van egyébként szó, 30 éve gitáron játszik, nagyon szépen játszik, és hitre jutott ember. És mondta egy halovány imádságom, hogy Uram, ha te is úgy akarod, akkor talán mégis át tudunk menni a Váci Kompasz, odaérünk idejébe. De hát a Váci Kompasz 6 órakor indul. 5-6 órakor engedték ki a börtönből. 6:01 beszállt a kocsiba, és én Isten lelkitől indítatva nem körben indultam a 2-es útra, hanem lementem a Dunapartra a komphoz, és vettem egy nagy sóhajt, mégse jött be, mégis meg kell tennem 60 kilométert körbe, majd az utolsó 15 órára odaérek, és a komp, amelyik elindult, 10-15 méterre volt már parttól, megállt és visszajött. Értünk. És én elszégyeltem magam. Nem is kértem az Isten, csak egy halvány reménységem volt, hogy hátha összejön a dolog. Összejött, és sokak áldására szolgált az, hogy idejébe odaértünk, és ő zenélhetett, bizonyságot tehetett. Hát biztatok mindenkit, és azért is csodálatos ez az alkalom. Intelek titeket, mondja az apostol, én is intelek, kérlek titeket, hogy tartsanak esedezések, könyörgések, imádságok, hálaadások. Milyen gazdag a magyar nyelv. Mi mindent tehetünk meg a méltóságban lévőkért, a hatalmi pozíciókban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk. Nem úgy, mint Szíriában, meg Kelet-Ukrajnában, meg a gázai övezetben, és sajnos folytathatnám a sort. Imádkozzunk azért, hogy ők is, meg mi is csendes, nyugodalmas életet élhessünk, békességben élhessünk, egymás javára és az Isten dicsőségére. Úgy legyen. Teremtő lélek, jöjj közénk, híveit, szívét látogast, töltsd malasztal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott. Te kit védőnek mondanak, mellénk a magas ég adott, tűzélő forrás szeretet, te lelkek lelki olaja. Ajándékoddal hétszeres, te új az Isten jobb kezén, atyádnak ígért szózata, ki ajkainkat megnyitád. Érzékeinkbe gyújts te fényt, szívünk szerelmet töltse be, s mi bennünk testi gyöngeség.
örök erőddel izmosítsd. Ellenségünket üzzed el, a békét tüstént hozd közel, előttünk járva, mint vezér. Kerüljünk mindent, ami árt. Általad tudjuk az Atyát, ismerjük Adjad a Fiút, ki kettejüknek lelke vagy. Te benned higgyünk végtelen. Amen. Ravasz László, imádság a hazáért. Örökké való Isten, köszönöm neked, hogy magyarnak teremtettél, és megengedted nekem, hogy a nép szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében és szégyenében részt vegyek. Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is. Szívünk kemény, értelmünk balgatag, hitünk ingadozó, és lelkünk pártos. Meghajtjuk fejünket ostorod alatt, és vezeklünk a porban és hamuban. De ígéreteid igazak és ámenek. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal, és tudjuk, hogy az ég és föld megrendülhet, de a te szövetségedet te meg nem rontott soha. Hisszük, hogy hozzád, ha térünk, s te leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk. Könyörgünk hozzád, töltsd ki szent lelkedet erre a népre, tartson bűnbánatot böjtöléssel, sírással és kesergéssel, és úgy térjen meg hozzád a mi Istenünkhöz, mert könyörülő és irgalmas vagy te, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Vidd ezt a népet üdvösséges önismeretre, hogy lássa meg bűneit és gyűlölje meg, forduljon el attól, ami vesztét okozta, s tegyen rá életét a te ígéretedre. Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást, és egymás közötti viszályt, és növeld meg a mi hitünket a történelmi hitvallásunkban és emberi méltóságunkban. Legyünk a te néped, és ne lehessünk másképpen magyarok, csak mint a te néped. Kezedben van nemzetünk jövendője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak te magad jöjj. Egyengetjük a te ösvényeidet, és készítjük számodra az utat. Imádkozó magyarok tábora egyre nő, szentséges öltözetükben siet a te néped a te sereggyűjtésed napján. Királlyá koronázzuk magunkat, és népünk felett a te szent fiadat és nemzeti jövőnket, egész történelmünket odaszenteljük a te dicsőségedre. Szánj meg, és válts meg minket, ó, szenteknek szentje. Ámen. Magyarok Istene, te kincs le a földre, egy bűnbánó nemzet térdel könyörögve, mi
illiók ajkáról esdő ima száll fel. Mi atyánk, Úristen, ki vagy a mennyekben? Add, hogy hazánk újra szabad nagy lehessen. A szeretet útján vezess tovább minket. Szárítsd fel a könnyet, vess véget a jajnak. Nyújts reményt, biztatást sok annyi magyarnak. Szárítsd fel a könnyet, vess véget a jajnak. Nyújts reményt, biztatást sok annyi magyarnak. Ó, áldott szűzanya, mennyei szép rózsa, mennyországnak, drága gyöngyvirága, bűnösöknek kegyes szószólója. Vigyázz reánk, édes anyánk, angyaloknak, királyné asszonya. Mi boldogok azok, kik téged dicsérnek. Néked tiszta szívből buzgón énekelnek. Fiadnál ők kegyelmet nyernek. Vigyázz reánk, édes anyánk, angyaloknak, királyné asszonya. Vigyázz reánk, édes anyánk, angyaloknak, királyné asszonya. Az elmúlt évben Molnár V. Jóska bácsi lázasan, betegen tartotta meg ünnepi beszédét. Hála a Teremtőnek, egészségét visszanyerte, és itt van közöttünk, hogy ma is megtartsa nekünk a mindenki számára fontos üzenet
a gyümölcsalt oltó boldogasszony ünnepének üzenetét tartalmazó beszédét. Jóska bácsi, kérlek, fáradjál a mikrofonhoz. Adjon Isten jó napot! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, és megemelem a kalapom a nemzet előtt, amelynek fia lehetek, amely miatt minden este megköszönöm a Teremtő Úrnak, hogy magyarnak születhettem. Megemelem a kalapomat önök előtt, akik itt vannak ezen az ünnepen, amely imádság Magyarországért. Az imádságnál nagyobb erő nem létezik. Az imádság tőle való, aki teremtett bennünket, aki megtart bennünket. Az imádság a vele való beszélgetés. Az imádság a teremtő, alkotó és megtartó szeretetének a megfogalmazása. Jóska bácsi nem lenne itt, ha tavaly, amikor nagy veszedelembe kerültem, két alkalommal is, nem imádkoznak értem azért, hogy meggyógyuljak, Csíkszeredától Dunaszerdáig. Köszönöm azoknak, akik kérték a Jóistent, hogy maradhassak még. Amikor a kórházba kerültem néhány órával a fulladás előtt, akkor teljesen reménytelennek éreztem azt, hogy én még talpra állok. Másnap reggel arra ébredtem, hogy valami furcsa, szokatlan vizsergés a lábom ujjától egészen a feje búbjáig átáramlik rajtam. Az imádság ereje. Két nap múlva az orvosnő csodálkozott azon, hogy a gyógyszereknek a felét már visszaveheti. Az imádságnál nagyobb erő nincsen. Az imádság Istennel való beszélgetés, az imádság a teremtő formáló és megtartó szeretetének a megfogalmazása. Imádkozunk itt, akik itt vagyunk. Kettős kegyelme árad ránk ezen a napon az Úrnak. Kettős kegyelme, hiszen gyümölcsoltó boldogasszony holdudvarában vagyunk még, és ma világvasárnap van. Ezen a napon, ami drága népünk hite szerint, Jézus nem csak akkor régen, hanem most is, ma is bevonul Jeruzsálembe, most is bevonul, nem csak Jeruzsálembe, hanem a földi világ minden helyére ide is. Akkor a zsidók pálmággal köszöntötték őt, áldotta ki jön az Úr nevébe, néhányan a kaftányukat terítették elé. Pálmágnak ott kell lenni a lelkünkben, amivel köszöntjük őt, hiszen itt van közöttünk, hiszen ő ígérte, hogy mindig is itt lesz közöttünk. Csak az ne történjék meg velünk, hogy néhány nap múlva, ahogy tették ezt a zsidók ott Pilátus udvarán, azt ordítsuk, hogy feszíts meg őt. Gyümölcsoltó boldogasszony a jó befogadásának különös alkalma. Akkor régen, s minden esztendőben újra meg újra, a jó befogadására valahányan alkalmasabbak vagyunk, mint más napokon. Nem csak a fák, Isten teremtette csodák, alkalmasak a nemes befogadására, hanem valamennyien mi is. Ilyenkor a Teremtő Úr küldi Gábort,
küldi Gábort a jóság oltóágával, küldi, hogy a lelkünkbe ültetett életfa nemesággal oltassék be. Ezelőtt régen, akkor, amikor alkalma adódott, akkor, amikor Isten érezte, hogy emberként közénk kell születni, oda, ahol az akkori világ legsötétebb népe élt, akkor egy szűz igent mondott Isten akaratára. Igent mondott, amikor Gábor megszólította őt, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között. Mi magyarok, Jézus népe és Szűz Máriáé, mi magyarok különösen érezhetjük ezt az óriási csodát, Isten kegyelmét, a szűzen foganás kegyelmét. Hiszen akkor, régen, amikor a hon visszafoglaló magyarok, igen, a hon visszafoglaló magyarok még Kijevbe tartózkodtak, ami ősanyánk Emese, egyik éjszaka álmot látott. Álmában egy ragadozó madár, a turulmadár, ami fényhozó madarunk szállott rá, és a krónika egyik változata szerint ez a madár, amely Isten fényét hozta, megáldotta a méhébe lévő magzatot, ügyek magját, az ő urának a magját. De ennek a mondának egy másik változata is létezik. Ez szerint a másik változat szerint, amikor a turul éjszaka álmába reászállott Emesére, ami ősanyánkra, nem volt a méhébe ügyek magja. A fényhozó madár, amelyet Isten küldött a Szentlélek erejével, az ő közvetlen magját hozta, és ebből a nászból született a turul nemzetség. A turul nemzetség 34 szentet, illetve boldogot adott a világnak. Nincs még egy olyan nemzetség, nemhogy királyi nemzetség nincsen, semmifajta féle nemzetség, amely ennyi szentet, ennyi boldogot adott volna a világnak. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Ezeknek a szenteknek a többsége szerte Európában apostoli feladatot töltödve. Hiszen megtaláljuk közülük egyiket Portugáliába, a másikat Skóciába, harmadikat Némethonba, negyediket Lengyelországba, Frankonba, Bizáncba, mindenütt Európába. Európa akkor már keresztény, de Jézus zászlaja alatt Európa új népei százezreket öltek halomra. Isten nem véletlen küldte apostolként a turul nemzetség áldottait, a turul nemzetség szentseit szerte Európába. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Natália nővér, aki Pozsony mellett született, az Orsolya rendnek a tagja lett, még gyereklány korában, amikor a trianoni gyalázat ránk szakadt, a földi világ egyik legnagyobb gyalázata, amikor széttrancsírozták a földrajzilag, történelmileg, szellemileg egybe tartozó egységet, a Kárpát-hazát, amit a Teremtő Isten örökbérbe nekünk, magyaroknak adott. Amelynek minden négyzetméteréről, akkor, amikor az elszámolás
ideje érkezik, nekünk kell felelnünk. Mert a Kárpátalja magyar. Az volt, az ma is, és az lesz a világ végezetéig. Ebben a Kárpát-hazában kellett születnie Natália nővérnek, és amikor a trianoni gyalázat megtörtént, akkor a Jóisten ide küldte a Csongba őt. Mert a trianon után meghagyott terület hazának nem nevezhető. Csong. Amikor én gyerek voltam, amikor még neveltek bennünket az iskolába, és otthon is, minden reggel, bár állami iskolába jártunk, azzal kezdtük a napot, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Aztán elimádkoztuk azt, hogy hiszek egy Istenbe, hiszek egy hazába, hiszek egy isteni arak igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. És utána mondtuk ezt a mondatot is, Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország. Életünké vált. Akkor tudtuk azt, hogy ha imádság nélkül kezdődik a nap, akkor tudtuk azt, ha imádság nélkül kezdődik a munka, azon nincsen áldás. Ebben az imádságban benne volt a mi óhajtásunk. Az az óhajtás, hogy a Jóisten kegyelméből az a mindörökké. A ránk bízott Kárpát az a mindörökké, amilyenk lehessen. Akkor, amikor a Csonk valósult, a Jóisten gondoskodott arról, hogy Natália nővér ide kerüljön a Csonkba. Jézus általa üzente nekünk, valahányoknak, hogy Magyarország az ő népe, Magyarország az ő szülő anyjának a népe, lesz az engesztelés népe. Innen, ebből a hazából. Ennek a hazának a kellős közepéből indul el az engesztelő imádság. Innen járja be a föld egész kerekét, a teremtő akaratából. Az az engesztelő imádság, amely a közénk született Isten, ami örökös Uron szerint a sátánt letaszítja a trónjáról. Azt a kápolnát, amelyiket a Teremtő Úr, ami lelkünkbe épített, amely a fényóhajtás a Teremtő szeretetének óhajtása, kerekkápolnája, azt a kápolnát fehérre kell meszelnünk, mert bemocskolódott. Fehérre kell meszelnünk az engeszteléssel, azzal az engeszteléssel, amelyik az életútján hazafele tartó Jóska bácsi véleménye szerint Jézus ígérete okán letaszítja a ránk telepedett sátánt a világból. Isten akarata, de rajtunk múlik. Imádsággal, engeszteléssel meszeljük azt a kápolnát. Meszeljük azt a kápolnát, amelynek a közepébe Isten ültette az életfánkat, amely életfára Gábriel arkangyal a Szentlélek erejével hozza az oltóágat, a nemesítő oltóágat. Figyeljünk oda rá,
és ha Isten velünk, akkor ki ellenünk. Nagy Isten kedvében, örök dicsőségben, örvendező anya, tekints szolgáidra, ó Szűz Mária. Te általad nyernek a bűnbánó lelkek, fiadnál irgalmat és örök jutalmat, ó Szűz Mária. Nálad menedéket keres magyar néped, mert te benned bízván rád hagyott Szent István. Ó Szűz Mária! Ó, ne hagyd magunkra, tekints országunkra, a szív egyessége legyen hazánk éke. Ó, Szűz Mária! A szív egyessége legyen hazánk éke. Ó, Szűz Mária! Magyarok nagyasszonya, boldogságos Szűzanya, Mária! Néked áldoz magyar szív, mely hozzád örökké hív, Mária. Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária. Ím te hozzád fordulunk, te benned van bizalmunk, Mária. Segíts szenvedésünkben, bokros keserveinkben, Mária. Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért,
a te magyar népedért, Mária. Magyarok szószólója, híveit pártfogója, Mária. Hallgasd könyörgésünket, nagy ínségben ügyünket, Mária. Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária. Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária. Közös imára kérem a jelenlévőket. Merk Mihály szatmári pap verses imáját a kiosztott szöveget a kezükbe tarthatják. Soronként elő fogom mondani, és soronként kérem, hogy a fohászt ismételjük meg. Tehát akinek a kezében nincs, az is tudja mondani, hiszen egy mondatot kell ismételni. Nem engedhetem meg, hogy a kereszt szívemnek nehéz legyen. Nem engedhetem meg, hogy a kudarcok legyőzzenek. Nem engedhetem meg, ellenfeleim gyengének nézzenek. Nem engedhetem meg, hogy szívemben a szeretet lángja kiégjen. Nem engedhetem meg, hogy a kard a kezemből kiessen. Nem engedhetem meg, hogy fáradt, csüggett, reménytelen legyek. Nem engedhetem meg, hogy a sötét felhők elnyeljenek. Nem engedhetem meg az e fajta gyöngeségeket. Én arra születtem, hogy elűzzem a sötétet, fáradt felhőket. Hogy felébresszem a megláncolt szíveket. Hogy reményről beszéljek a csüggedőknek. Hogy felemeljem a leverteket. Hogy szeressem azt,
akit megvetnek, gyűrölnek. Hogy szeressen azt, akit megvetnek, gyűrölnek. Hogy hitről, szeretetről, áldozatról beszéljek. Hogy hitről, szeretetről, áldozatról beszéljek. Én csak azért élek, hogy gátat állítsak a szennynek, lelketlenségnek. Hogy gátat állítsak a szennynek, lelketlenségnek. Hogy álljak a cserbehagyott őrhelyeken. Hogy álljak a cserbehagyott őrhelyeken. Hogy a keresztvivőknek segítsek. Hogy a keresztvivőknek segítsek. Hogy a magányosnak fülébe súgjam, veled megyek. Hogy a magányosnak fülébe súgjam, veled megyek. Igen, életem célja egyetlen értelme. Igen, életem célja egyetlen értelme. Hogy hirdetője legyek. Hogy harcosa legyek, hogy hirdetője legyek, hogy harcosa legyek, hogy építője legyek egy szebb, emberibb, igazabb jövőnek. Hogy építője legyek egy szebb, emberibb, igazabb jövőnek. Ezért engem le nem győzhetnek. Ezért engem én el nem veszhetek. Én el nem veszhetek. Én ebben a szent hivatásban csak elégedek. Én ebben a szent hivatásban csak elégedek. Ámen. Magyar hazánk fénye, nemzetünk reménye, szent hitünk alapja, népünk édes atya, Szent István király. 1000 évet éltünk, testettél értünk, hogy még áll országunk, te voltál istápunk, Szent István király. Koronánk keresztje elhajolt fényt vesztve, mert hűtlenek lettünk, téged elfeledtünk, Szent István király. Nincs egység közöttünk, nincs áldás fölöttünk, sok rajtunk az éjség, te légy a segítség, Szent István király. Kinek fölajáltad drága szép hazánkat, kérd az Isten anyját, tárja felénk karját, Szent István király.
tekints ránk az égből. Szentek seregéből bús ügyünket szánd meg, magyarjaid áld meg, Szent István király. Bús ügyünket szánd meg, magyarjaid áld meg, Szent István király. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy iségben lévén, így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes anyai palástod, fordítsd oltalmunkra, Magyarországról, édes hazánkról, ne Magyarországról, Kárpát hazánkról, ne feledkezzél el, szegény magyarokról. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel.
ki tudja merre, merre visz a végzet. Göröngyös úton, sötét éjjelen, vezesd még egyszer győzelemre. Harcában zajló tengeren, fejünk az árjaj százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdét, Istenünk. Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Paradicsom hazájában éljen örök boldogságban, éljen örök boldogságban. Töltse békével napjait, egyezve lássa fiait. Tatár török más ellenség, minket meg ne rendítessék, minket meg ne rendítessék. Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert, minden igaz magyar embert. Köszönjük a Teremtőnek ezt a gyönyörű időt is, amit ránk engedett és bocsátott a napsütés által. Köszönöm a történelmi vitézi rend minden egyes tagjának, kapitányának, hogy ma is, mint máskor itt szolgálatot tettek. Köszönöm Petraskó Tamásnak és a Bodrog közi legősöknek, akik sok száz kilométerről jönnek minden évbe, hogy bennünket a gyönyörű dobolásukkal az ünnepségre felkészítsenek. Köszönöm a színpadon lévő minden egyes megszólalónak, mert másodperc pontosan betartották a rájuk kimért és kiszabott időt. Köszönöm Sipos Katalin tanárnőnek, aki a programot
nem csak összeállítja, hanem minden évben minél több helyre eljuttatja. Szeretném elmondani, hogy itt Csonka hazában, Kárpát hazában és a diaszpórában velünk egy időben ezt az ünnepséget, ezen forgatókönyv szerint ők is végig ünnepelték. Az anyaország területén, Balaton, Kenesén, Békés Csabán, Budapest több kerületében, Dinnyésen, Dunaújvárosban, Győrött, Kékesden, Kiskőrösön, Pécsett, Pilisvörösváron, Ráckevén, Szegeden, Székesfehérváron, Tégláson, Tökölön, Zalaegerszegen és a környező falvakban. Az elcsatolt területeken, Felvidéken, Ipoly-Balogon, Ipoly-Széchenykén, Kelenyén, Kárpát-alján, Beregszászon, Dérvidéken, Horgason, Magyarkanizsán, Erdélyben, Csíksomjón, Gyergyószárhegyen, Kolozsváron, Oklandon, a diaszpórában, Luxemburg fővárosában, Luxemburgban, Írország fővárosában, Dublinban, az Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban, Kanadában, Torontóban. Mindenhol a világon, ahol magyar ember él, a Jóisten által ránk mér feladatát kell, hogy végezze. Magyarságában meg nem inokhat, magyarságát el nem hagyhatja. 300 éves régi magyar áldással búcsúzom el önöktől. Amint ezt megtettem, kérem, hogy közösen imádkozzuk el az Úr mi atyánkját. Régi magyar áldás. Áldjon meg téged az Úr. Szabadítson meg félelmeidtől, és adja meg neked az ő békességét és örömét. Őrizze meg hivatásodat, és szentelje meg szolgálatodat. Legyen vezetőd az úton, hogy megtedd az ő akaratát. Álljon mindig melletted megbocsátó kegyelmével, és borítson be szeretetével. Legyen a magányosságodban társad, a szomorúságban vígaszod, a szenvedésben erősséged. Növelje szíved bizalmát és bátorságát, hogy teljesen megnyíljon lelked az ő örök jósága előtt, és így életed szüntelenül az Úr dicsérete legyen. Kérem, hogy imádkozzuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.